Észszerűtlen és drága a Fidesz által beterjesztett kampány és pártfinanszírozási tervezete a Jobbik szerint. Volner János a párt alelnöke úgy fogalmazott, a javaslat nem akadályozza meg a baloldal amerikai pénzelését, és arra sem ad választ, hogy miért kapott a baloldal nagy összegű támogatásokat a legnagyobb hazai banktól és az állami résztulajdonban lévő MOL-tól. Volner János szerint a tervezet rontja azoknak a pártoknak az esélyeit, amelyek nem építettek ki gazdasági háttérkapcsolatokat. A stúdióban pedig Volner János, a Jobbik frakcióvezető helyettese. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Erről már beszélgettünk. Tehát ön azt mondja, hogy a baloldalt támogatja a MOL, támogatja a legnagyobb magyar tulajdonban lévő bank, ugye itt az OTP-re gondol nyilvánvalóan. Tehát erről már beszélgettünk, hogy nem a baloldalt támogatja, hanem egy alapítványt támogat. Mi ezzel a baj? Hát egy baloldali alapítványt támogat egész pontosan. Na de pontosan, hát a baloldalnak is van helye az ég alatt. Azt mindenki tudja, hogy Bajnai Gordon Haza és Haladás alapítványa, az a volt szocialista miniszterelnök, meg a baloldal reményei szerint a leendő baloldali miniszterelnöknek a saját alapítványa, ami politikai tevékenységet fejt ki, ezt támogatja két nagy hazai vállalat, illetve több amerikai alapítvány, illetve befektető, mint például Soros György különböző szatellit szervezeteken keresztül, és gyakorlatilag joga merül fel az emberekben a kérdés, hogy vajon a külföldi tőke miért olyan bőkezű a baloldallal szemben, miért ömlik bele a külföldi tőke a baloldal kampányába, és vajon az is egy jogos kérdés az emberek részéről is, hiszen a MOL az adófizetők résztulajdonában van azzal, hogy az állam bevásárolta magát a közelmúltban a MOL-ba, hogy például a MOL, vagy például a legnagyobb hazai hitelintézet, az OTP, vajon miért támogatja a baloldalt, miért áll érdekébe, illetve az a következő kérdés, hogy ezért cserébe a baloldali pártoknak vajon kell-e valamilyen ellenszolgáltatást nyújtaniuk, ugyanis hát azért az nyilvánvaló, hogy ha valaki fizet a politikának, akkor jellemzően azért valamilyen ellenszolgáltatást vár el. Ezért is lenne fontos az, hogy ha az adófizetők fizetnek a politikának, adott esetben ezt nevezik a pártoknak, finom a korrupciónak, nem? Ne, most az adófizetőkről beszélek, amiről az előbbi gyakorlat tanúskodik, hogy egyes befolyásolások történnek a magyar belpolitika irányába vállalatok, vagy akár külföldi szervezetek részéről, na hát ez már igazán komoly probléma. Tehát ön most azt mondja, hogy gyakorlatilag ezek a szervezetek, alapítványok, azok mint egy ilyen közvetítő szervezetként működnek. Utána néztek egyébként, hogy ezen kívül más ilyen jellegű támogatások vannak-e? Hát természetesen megnéztük azt, hogy kit hol, kicsoda támogat. Például itt van a Társaság a Szabadságjogokért nevű szervezet, ami nyíltan egyértelműen egy ilyen neoliberális irányultságú. Soros György áll mögöttük egyébként, messze-messze ő a legnagyobb támogatója. De ez nem egy politikai szervezet, ez egy társadalmi szervezet. Egy olyan társadalmi szervezet, ami politikai tevékenységet folytat. Tehát, hogyha megnézi azt, hogy ahol etnikai feszültség alakult ki, például a magyar és a cigány lakosság között, mondjuk a jobbikos vezetésű Gyöngyöspatán, oda például a Társaság a Szabadságjogokért nevű szervezetnek a 30 állandó emberéből, akit Soros György pénzzel, folyamatosan lejárnak, folyamatosan próbálják a cigányokat a magyarok ellen lázítani azért, hogy egy etnikai konfliktus alakuljon ki, amiben ők léphetnek föl kezdeményezőként, illetve békítőként, és alapvetően ezzel szeretnék a saját létezésüket ilyen módon az emberek előtt igazolni. És önök hogyan tudják ezt kezelni? Tehát nyilvánvaló az, hogy most azt mondják a TASZ-ra, hogy ezt a tevékenységet végzi, bizonyára így van, bizonyára önök ott vannak, látták. Önök hogyan próbálnak ezzel ellen tenni valamit, hogy ezek a etnikai konfliktusok ne éleződjenek ki, mert ugye akkor, amikor a Gárda és egyéb ilyen jellegű szervezetek megjelennek, akkor egyértelműen a Jobbikhoz kötik ezeket a dolgokat. És önök mindig tiltakoznak is ellene hivatalosan. A Gárdát természetes, hogy a Jobbikhoz kötik, hiszen egy a Jobbikkal kéz a kézben járó nemzeti szervezet volt a Magyar Gárda. Ilyen módon tehát ezt nem szeretnénk elhárítani magunktól, sőt éppen büszkék vagyunk erre. Azt azonban el szeretném mondani, hogy más államokban a külföldi befolyásolása ellen a belpolitikának nagyon keményen védekeznek. A mai sajtótájékoztatómon például arról beszéltem, hogy Oroszországban, amit ugye Putyin vezet egy
egy rendkívül erős kezű vezető, be kell jelentkezniük külföldi ügynökként azoknak a nem kormányzati szervezeteknek, amelyek külföldről kapnak állami támogatást és közéleti tevékenységet fejtenek ki. Ez azért fontos, mert az embereknek, a magyar adófizetőknek joguk van feketén-fehéren teljesen egyértelműen látni azt, hogy ki kitől kap pénzt, és ezért vajon kinek dolgozhat cserébe az adott politikus. Most Magyarországon is hasonlóan átlátható viszonyokat szeretnénk. Vagy tovább megyek egyébként nemzetközi példa szintén. Nemrég a Jeruzsálem Post nevű izraeli újságban egy hosszú cikk jelent meg arról, miért adta a cikkíró azt a törekvését a Knessetnek, az izraeli parlamentnek, hogy korlátozza a külföldi szervezetek izraeli tevékenységét, azért, mert ezek azért jönnek létre, hogy Izrael államnak kárt okozzanak. Tehát a politika befolyásolása, a világon mindenhol megpróbálják pénzzel, ha kell, akár katonai erővel befolyásolni az adott állam politikáját. Magyarországon látszik az, hogy nagyon erős a befolyás, célzottan a baloldal mögé állnak be egyes amerikai üzleti körök. Ezekben az esetekben én azt gondolom, hogy a kormánynak sokkal keményebben kellene a sarkára állni. Ez összeesküvés elmélet, ez frakcióvezető helyettes úr. Én tényeket soroltam most önnek, csupa-csupa tényt, ami egyébként nyilvánosan elérhető adatbázisokból nagyon könnyen az interneten keresztül ellenőrizhető. Én magam egyébként nem vagyok egy ilyen összeesküvés párti ember, mindig a tények és a racionalitás határozza meg az álláspontomat. Mit tennének önök adott esetben, ha önök lennének mondjuk kormányon Magyarországon? Tehát ezeket a helyzeteket hogyan kezelnék? Mit azonnal kitiltanák ezeket a szervezeteket, hogy mi történik? Hogyne. Én adtam is be egyébként erre vonatkozóan egy szakmai javaslatot, amely azt célozta, hogy 1 millió forintban maximáljuk a külföldről elfogadható pénzbeli vagy bármilyen anyagi előnnyel járó adományok összegét, azért, hogy megakadályozzuk ezt a fajta befolyásolási kísérletet, és a kormányzat jelen pillanatban beterjesztett pártfinanszírozásról, illetve kampányfinanszírozásról szóló tervezeteivel ellentétben én kiterjesztettem volna a különböző alapítványokra is, nem csak a pártokra, hiszen adott esetben látható az, hogy mondjuk a baloldalnak a Haza és Haladás alapítvány, az egy szatellit szervezete. De hát végülis a Haza és Haladás alapítvány az nem egy pártalapítvány, hanem magánemberek alapítványa. Hát nem magánemberek alapítványa, hanem gyakorlatilag látható az, hogy az amerikaiak beszálltak a Haza és Haladás alapítványba, és ők a fő támogatóik. Tehát ez egy olyan politikai szatellit szervezet, ami direkt az ilyen pénzek befogadására hoztak. Tehát amerikai magánemberek. Hát nem, mert a Center for American Progress nevű amerikai alapítvány a legnagyobb támogatója, ami köztudottan neoliberális, és köztudottan Soros György doktrináját hajtja végre szerte a világon. Pont ez ellen szeretnénk a magyar embereket megvédeni. És ez a végszó. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen.